kérdésére egy pár játékot szeretnék megmutatni nektek. Egészen 2,5 éves kortól, iskolába lépésé, vagy akár akkor is. Az első játék, ami még egészen kisebbeknek való, ez az egyszerű forma beillesztő, ahol a színeket és a formákat egyeztetve kell elhelyezni az alaplapba a formákat. Akkor vannak a egészen a nagy darabos fűzők, ezek is 2-3 éves kortól használhatók. Azért nagyon jók ezek a fűzők és ez a fűzőcsalád, mert belül a fűzése, a cérna átfűzése nagyon egyszerű, könnyű, nem akad meg a szál, és így sikerélménye van a gyereknek. Ez is egy fűzőféle, itt különböző állatokat lehet körbefűzni. Aztán a fűzőkön túl vannak még olyan építőjátékok, mint például ez a tüsi játék. Itt a kreativitáson túl a finom motorikája is nagyon jól fejlődik. Vannak különböző nagyságú, méretű pötyik, ahol különböző formákra, illetve formákat helyezünk, feladatlapokat helyezünk a műanyag munkalap alá, és akkor ez mutatja a feladatot, hogy milyen színű pötyiket kell a műanyag lapba elhelyezni. Ezek a pötyik vannak 10, 15 és 20 mm-es nagyságban, a gyerekek fejlettségi szintjétől függ, hogy milyen nagyságút válasszunk. Azon túl az építő játékokban van még ilyen nagyobb építőkocka. Ez is nagyon jól fejleszti a szemkész koordinációt és a finom motorikát is egyben. Valamint ez a kis nyuszis építőkocka, amely már másfél éves kortól ajánlható, és elsősorban a szemkész koordinációt fejleszti, ami az alapja a későbbi finom motorikának a fejlesztéséhez. Iskolába lépés előtt már nagyobb óvodásoknak nagyon jó és nagyon fejlesztő játék lehet a Filónak ez a finom motorika fejlesztésére szolgáló feladatcsalád. Játékcsalád, ahol egy ilyen műanyag alaplap, amelyik ilyen puha, műanyag alaplapba kell egy műanyag ceruzát fölle mozgatva ott hagyni a fonalat, és ott ezt az egészen finom apró mozdulatokat, amelyik majd később a ceruzafogásra, a ceruzanyomatéknak a fejlesztésére szolgál, hogy egy lapon keresztül is, illetve a lapon is úgy tudjon dolgozni, illetve ezt az egészen kicsi mozdulatot fejleszti, és a síkban való tájékozódást, hiszen egy adott feladatlapról kell lemásolni a formát. Itt látni kell, hogy még sorba, még oszlopba, honnan, hová kell vezetni a fonalat, és még ez is fejleszthető. És utoljára ezt a nagyon jó játékot ajánlom, ez is már közvetlen iskolába lépés előtt ajánlott a gyerekeknek, hiszen elég összetett feladat. Azon kívül, hogy itt is a síkban való tájékozódást fejleszti, hogy ki kell rakni egy feladatlapról a gumiknak a segítségével egy tüskés táblán a formákat, azon túl ezt a gumikat nagyon szépen kell megfogni, nagyon szépen kell elvezetni az adott helyre, és itt bizony előfordulhat, hogy lepattan a gumi, vagy eltéveszti, és akkor javítani kell, és a kudarc tűrőképességét is fejleszti. Köszönöm!